Mivel rengeteg félreértés és probléma merül fel Saul, azaz Pál írásaival kapcsolatban, amire figyelmeztet is minket egyébként a Brit Hadasa, az új szövetség, hogy Saul írásait félre fogják értelmezni és nehéz megérteni. Ezért úgy gondoltam, hogy érdemes végigmenni egyesével a levelein és azok fejezetein, úgyhogy ezt el fogjuk kezdeni a rómaiakhoz írt levelével, és ez a sorozat erről fog szólni. Remélem, hogy mindenki hasznosnak találja majd, és halleluja! Rómaiakhoz 15-ös fejezet pedig így kezdődik. Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Folytatja tovább a gondolatmenetet az előző fejezetből, és második verszak így szól, mindenikünk tudnélik az ő fele barátjának kedveskedjék annak javára, épülésére. Ez a gondolatmenet egyáltalán nem újdonság, hiszen végigvonul az egész írás során 3 Mózes, Vaikra 19-es fejezet 18-as vers, így szól, bosszúálló, ne légy és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed fele barátodat, mint magadat. Én vagyok Jahua. Szóval a felebaráti szeretet az mindig is követelmény volt, erről szó esett már korábban, természetesen ugyanezt erősítette meg Jahusa. Már 12-es fejezetben, 30-as fejezet, szeresed azért Jahuát, ha te hatalmasságodat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat, nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Ugyanerre szólít fel Saul, és ezt tanácsolja a rómaiaknak. Ugye az előző fejezetben részletezte, az evésről volt szó, és arról, hogy a gyengébb hitűek csak bizonyos dolgot esznek, míg az erősebb hitűek mindent esznek, amit csak Jahua eledenleg szánt, és természetesen a hús evése volt a probléma, úgyhogy erre utal vissza. Hármas vers pedig így folytatok, mert Mesiák sem önmagának kedveskedett, hanem, amit megvan írva, a te gyalázóidnak gyalázásai hullottak rá. Mint ahogy sokszor most is egy idézetet hallhattunk, ez pedig Tehelim 69-es fejezet 6-10-ig így szól, ó Elohim, te tudod az én balgatagságomat, és az én bűneim nyilván vannak előtted. Ne szégyenüljenek meg miattam, akik te benned remélnek, Jahua seregek hatalmassága, ne pironkodjanak miattam, akik téged keresnek, ó Izraelnek hatalmassága. Mert te éretted viselek gyalázatot, borítja pironság az én orcámat, atyám fiai előtt idegenné lettem, és anyám fiai előtt jövevényé, mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, te gyalázóidnak gyalázásai hullanak rám. Akárcsak Jahusach Másiák, aki az összes gyalázatot és bűnt magára vállalta egyrészt Izrael házáért, másrészt pedig az egész világért, hogy azok, akik hisznek benne, üdvözülhessenek. Hiszen aki nem fogadja el őt, az nem fogadja el az atyát sem. Ahogyan a Jahukanon 17-es fejezetben olvashatjuk, én a te igédet nékik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból való, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Eljött a megváltó azért, hogy megmutassa az utat nekünk, és hogy nekünk legyen esélyünk eljutni az atyához. Azonban a világ túlnyomó többsége sem akkor sem ma nem hajlandó ezt elfogadni. 4-es vers. Mert amelyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Ahogy mondtam, rengetegszer utal vissza Saul az írásokra, és hogy mit is értünk írások alatt, az egyszerűen kiderül Lukács 24-es fejezetből 44-es vers, és mondanékik, ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, ez ugye Jahusach Másiák, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében, a profétáknál és a zsoltárokban én felőlem. Ugye ezek azok,
A helyek, ahol olvashatunk felőle, gyakorlatilag az egész könyv őról a szó. 45 akkor megnyilatkoztatá az ő elméket, hogy értsék az írásokat, ezeket a könyveket és ezeket az iratokat ő írásoknak tekinti, ugyanúgy, ahogy Saul is erre utal vissza. Úgyhogy mindezek a könyvek, amit ma a legtöbben Ótestamentumnak hívnak, és réginek, és idejét múltnak tekintenek, mindazokat ők akkor írásokként kezelték, és ők ezt tanulmányozták, és ezek a tanulságunkra irattak meg. Úgyhogy ezek a könyvek, amiket az imént említett Jehusa, és Saul ezekre utal vissza, erről beszél, hogy ezek a tanulságunkra irattak meg. Ez az, ami által megérkezik a hit, ugye Rómaiakhoz 10:17, a hit hallás által van, és hallás az Elohim igéje által, ezek pedig az írásokban találhatók, ezek az igék. Ezek segítségével élek, illetve ezek után alakul ki az emberben a békességes tűrés és a remény. Második Timóteushoz írt levelében ugyanerről ír Saul, a teljes írás Elohimtől ihletett. Mivel ekkor még nem létezhetett az úgynevezett új testamentum, vagy új szövetség Mátétól Jelenések könyvéig, így egyértelmű, hogy erről nem beszélhetett, tehát a teljes írás, ebben az esetben a Tanák, amit ma az emberek Ószövetségnek hívnak, teljes írás Elohimtől ihletett, és hasznos a tanításra, fedésre, megjobbításra, igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Elohim embere minden jó cselekedetre felkészített. Akkor miért is kellene ettől megszabadulnunk, vagy miért ne kellene ezt használnunk és olvasnunk, hogyha a hit ebből fakad, ha a remény ebből fakad, és a türelem ebből fakad, és ez még ezek mellett jó tanításra, fedésre, azaz kiigazításra, az ember megjobbítására, és az igazságban való nevelésre, és ez által lesz az ember tökéletes. A tökéletesség pedig igenis az egyik célnak kellene, hogy legyen. Matthiasz 5-ös fejezetben erről van szó. Legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ez pedig a Mesiák szava, azaz ez egy parancsolat az ember számára. Legyetek tökéletesek. Hogyan lesz tökéletes az ember? Úgy, hogy az írást forgatja, hiszen ez által jön a hit. Rómaiak 10:17, a hit hallásból van, és a hallás az Elohim igéje által. Ugyanerre szólít fel itt a Rómaiak 15-ös fejezetben, a 4-es versben Saul. Erre emlékeztet minket, hogy ezek az írások a mi tanulságunkra irattak, és ez által fejlődik az ember. Ötös verszak így szól. Ötös verszak pedig így szól. A békességes tűrésnek és vigasztalásnak hatalmassága pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt, Mesiák Jehusa szerint. Azaz mindenki egy harmóniában éljen. Egységben éljen, erre szólít fel Saul, ezt tanácsolja, ugyanúgy, ahogy ezt tanácsolta a megváltó korában. Hatos, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek Elohimet, és Adonai Jehusah Másiák atyá. Azaz egységben legyünk, ugyanúgy, ahogy ő egységben van az atyával. Honnan tudjuk ezt? Számtalan példa van erre, a Hukanon 10-es fejezet az egyik. Az én atyám, aki adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki az én atyám kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Természetesen nem arról beszél, hogy a kettő az egy darab, hiszen erről egyáltalán nincs szó. Azt mondja, hogy az atya nagyobb mindeneknél, azaz őnála is nagyobb kell, hogy legyen, hiszen mindennél nagyobb a kettő nem lehet egy és ugyanaz. Ez azonban kiderül a Hukkanon 10-es fejezetből egyértelműen, és nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mindazok az emberek, akiket ő választott, és akik őt követik, azok egy egységben éljenek, egyek legyenek, ők is ugyanúgy kiválasztottak legyenek, elkülönültek legyenek a világtól, ahogy az atya, úgymond szent. Egyek legyenek úgy, ahogy mi. Mit is mondott? Én és az atya egy vagyunk. Jehukönön 10-es fejezetben.
egyek legyenek úgy, mint ők. Nem arról beszél, hogy egy darab, hiszen az emberek nem lehetnek egy darabok, de egységben lehetek. Ugyanazt mondják, ugyanazt gondolják, ugyanazt csinálják. Egy szívvel, egy szájjal dicsőítik Elohimet. És a megváltó atyát erre mondja azt, hogy én és az atya egy vagyunk. Ő az atyát képviseli itt, elhozta ide az ő törvényeit, az ő parancsolatait. Ezért egyek, ő azt csinálja, amit az atya mond. Ez tanácsolja a rómaiaknak Saul. 7. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Mesiák is befogadott minket Elohim dicsőségére. Ugyanazt ismétli, amit már korábban is mondott, hogy a fele barátjának kedveskedjék az ember, és a fele barátjának az érdekeit és a jobbítását nézze. Mondom pedig, hogy a Husa Mesiák szolgája lett a körülmetélkedésnek Elohim igazságáért, hogy megerősítse az atyák ígéreteit. Visszautal arra az ígéretre, amit Ábrahámnak tett Elohim, hogy az ő annyi akkora lesz a leszármazottainak száma, mint az égen a csillag, illetve a tengerben a homok, és erre utal. A körülmetélkedés az Ábrahám szövetsége, ez a fizikális Izraelre utal. Azért lett szolgája a körülmetélkedésnek, mert elhozta a parancsolatokat, az igazságot nekik, és áldozattá vált az ő bűneikért, hogy vissza tudja őket vezetni a szövetségbe. Jehusa HaMashiach szolga volt, és ő volt az, aki visszavezette Izraelt a szövetségbe. Ezáltal megerősítette az ígéretet, hiszen elvesztette ezt a jogot. Izrael, azaz Izrael, hiszen bűnt követett el. Ajánlom mindenki figyelmébe a Jehua népe sorozatot, melyben erről részletesen szó esik. Ígéretet tett Jehua Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, és ezt az ígéretét be kellett, hogy tartsa, hiszen ő nem hazudik, és ő nem változik, ahogyan az kiderül Malakiás 3-as fejezet 6-os versből. Mert én, Jehua, meg nem változom, ti pedig Jákobnak fiai nem emésztettek meg. Mellesleg ez az ígéret itt teljesedett be Jehusa HaMashiachkal. Eljött, hogy áldozattá váljon, megmutassa az utat, és megerősítse az ígéretet, ezt az ígéretet többek közt, hogy Jákob fiai nem emésztetnek meg, és annyi lesz, mint égen a csillag, és mint tengerben a homok. És ez az az ígéret, ami beteljesedett Jehusa HaMashiach által. A pogányok azonban irgalmasságáért dicsőítik Elohimet, amint megvan írva, annak okáért vallást teszek rólad a pogányok között, és dicséretet éneklek a te nevednek. Hiszen a pogányok nem voltak részesei ennek a szövetségnek, azonban mostantól Jehusa HaMashiach által mindenhová eljutott a jó hír. Természetesen eddig is csatlakozhattak, azonban arról is Saul, hogy a pogányok az irgalmasságáért dicsérítik Elohimet, hiszen ők is részesei lehetnek ennek a szövetségnek mostantól. Ez egy idézett Tehelim 18-as fejezetből, aki megment engem ellenségeimtől, még az ellenem felkelők fölött is felmagasztasz engem, az erőszakos embertől megszabadítasz engem. 50-es, azért dicsélek téged, Jehua, a nemzetek között, és énekek, zengek a te nevednek. Ugyanezt idézi itt Saul, Rómaiakhoz 15-ben, amiről beszél itt Daud, azaz Dávid, amiről énekel, hogy a nemzetek között éneket zeng a nevének, és mindenki, aki csatlakozni szeretne, annak megvan, és meg is volt a lehetősége erre. Ha már az igazságnál tartunk, Elohim igazságánál és a 18-as Zsoltárnál, akkor nézzük meg 21-es verstől, Jahua megfizetett nékem igazságom szerint, kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem, kezei tisztasága az ő cselekedetei, mert megőriztem Jahuának útait, nézzük meg, hogy mi az ő útja, és gonoszul nem távoztam el az én hatalmasságomtól. Ki fog derülni az, hogy mi az igazság, mi Jahua útja, és mi a gonoszság, mert minden ítélete előttem, és rendeléseit nem hánytam el magamtól,
és tökéletes voltam előtte, őrizkedtem az én vétkemtől. És megfizetetnékem, Jahua, az én igazságom szerint, kezeim tisztasága szerint, ami szemei előtt van. Tehát a tisztaság, az igazság, Jahua útja, az mind az ő ítélete és az ő rendelései, és az ő parancsolatai, egy szóval az instrukciói, a Tora. Így lehet az ember tökéletes, ez az, amiről Jahusha Hamásiák beszélt, hogy legyetek tökéletesek, mert a ti mennyei atyátok tökéletes. Így lesz az ember tökéletes, amennyiben az ő rendeléseit és az ő Tora instrukcióit betartja. Tízes vers így szól, és ímé, és ismét azt mondja, örüljetek pogányok az ő népével együtt. Ez Debarim 32-es fejezet, újongjatok ti nemzetek ő népe, mert ő megtorolja az ő szolgáinak vérét bosszút áll az ő ellenségeit földjének és népének. Megbocsát ugyanúgy, ahogy Malakiás 3.6-ban mondta, hogy én, Jahúr, nem változom, ezért Jákob fiai megtartatnak, úgyhogy ugyanezt erősíti meg 5 Mózes 32, illetve Rómaiakhoz 15.10, erre utal. 11-es vers, dicsérjétek Jahuát minden pogányok, és magasztaljátok őt minden népek. Szó szerint idézett Tehelim 117, egy dicsérjétek Jahuát, mind ti pogányok, magasztalják őt mind a népek. Azaz, arra hívnám fel a figyelmet, ez volt mindvégig a terv, mindig is ez volt az. Ezért mondta Ábrahámnak, hogy a te magodban áldatnak meg minden népek, hiszen Jahusha Hamásiák Ábrahám egyenes ági leszármazottja, és ő az, aki elhozza a megváltást és az üdvözülést az egész világra minden népekhez. Természetesen Jesuelen keresztül azonban mindenkihez eljut a megváltás. Erről ír, illetve ezt eleveníti fel Saul. 12-es, és viszont Ézsaiás így szól, lészen Jesének, Jesajnak gyökere, és aki fel kell, hogy uralkodjék a pogányokon, ő benne reménykednek a pogányok. Ez Jesiahu 11-es fejezet 10-es, és lesz a manapon, hogy Jesaj gyökeréhez, aki a népek zászlója lészen, eljönnek a pogányok, és az ő nyugodalmat dicsőség lészen. Jahusha Hamásiákról van szó, Jahua szaváról, aki elhozta a jó hírt a világ minden népének, és ez az, akiben a pogányok bíznak, akik tulajdonképpen minden nemzet Jézsrelen, Izraelen kívül. Ezért beszél róla úgy, mint Jesáj vagy Jessé gyökere, hiszen Jesáj, Dávid apja és Dávid leszármazottja ként tarták számon Jahusát. Így ő az, aki a gyökér, akiből az ágak nőnek ki, és a törzs, ő az, akihez mindenki csatlakozhat, és egy lehet vele azért, hogy az atyával utána később egy legyen. Nem egy darab, hanem egy egység. Ezért ő az a gyökér, ő az a törzs, amiből kinőnek az ágak. Ő az az olajfa mellesleg, akiről korábban beszélt Saul, hogy akibe beoltatnak a pogányok. És azok az izraeliták, akik pogányként élnek, mind a vad, olíva ágak, és a természetes oliva ágak, amelyek letörettek ebből az olajfából. 13-as vers így folytatódik. Rómaiakhoz 15. Reménységnek hatalmassága pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Ruach Kodesh ereje által, a Szentlélek ereje által. Ugye a Szentlélek a vigasztaló, melyet Jahua küld el Jahusha Hamásiák nevében hozzánk, hogy elvezessen minket minden igazsághoz. Ezáltal, hogy tudjuk az igazságot, ez békességgel és örömmel kell, hogy eltöltsön minket. Jahua által. Ő benne reménykedünk, hogy azt az ígéretét valóra váltja, amit tett. Amennyiben valaki igaz emberként éli az életét, az eljut hozzá a végén. Ez az a reménység. És a Ruach Kodesh ebben segít minket. Jehukaron 14-es fejezet 16-17, és én kérem az atyát, azaz ő az, aki közben jár értünk az atyánál, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.
Ez lesz ugye, ez a Ruach Kodesh. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. Ugyanúgy, ahogy Jehukanon 14-es fejezetben a 25-26-os vers, ezeket beszéltem néktek, míg veletek valék. Úgyhogy érdemes megfigyelni azt, hogy mi az, amit ő beszélt, mi az, amire tanított minket természetesen a Tora instrukciók követésére és a hitre. Mind a kettő, ama vigasztaló pedig a Ruach Kodesh, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Eszetekbe juttatja majd azt. Tehát arra kellene emlékezni, amire ő tanított. Ő pedig nem arra tanított, hogy mindent lehet, vagy bárhogy lehet élni. Csak a hit számít. Úgyhogy ezt juttatná eszünkbe az a Ruach, amiről a Saul is beszél. Hogy ez a Ruach Kodesh ereje által fog az ember majd örömben és békességben élni. Ez az, ami reménységet hoz a Teremtőtől. És ha visszamegyünk a Jehukanon 14-es fejezethez, akkor pontosan ezt mondja a Mesiák is. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom néktek, amint a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne félj. Ő az, aki békességet ad, hiszen az által, amit ő tett, mi tudjuk, illetve hisszük azt, hogy a Teremtő elküldi hozzánk majd az ő Ruach Kodesh-ét, a Szent Lélek erejét, aki majd vezet minket, és ezáltal békességünk lesz. Úgyhogy egy és ugyanaz, amit a Mesiák állít, illetve amiről Saul ír. Jehukanon 15-ös vers szintén a vigasztalóról ír, mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök néktek az atyától, az igazságnak Ruachja lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd én rólam bizonyságot. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva én velem vagytok. Azaz segít minket ez a Ruach, ami az atyától származik, és bizonyságot tesz majd a Mesiák működéséről. Emlékezetünkbe hozza azt, ahogyan ő működött a Földön, ahogyan ő élt, viselkedett, cselekedett és beszélt. Ugyanígy kellene nekünk is, hiszen azt mondja a 27-es versben, hogy de ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva én velem vagytok. Azaz a mi feladatunk ugyanaz, hogy azt tegyük, amit ő tesz. Így tudunk csak bizonyságot tenni róla. Ebben segít minket ez a Ruach, mely az atyától származik. Melyről itt beszél Saul. 14-es vers Rómaiakhoz 15, meg vagyok pedig győződve, atyám fiai, én magam is ti felőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal betöltve, minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni. Jóság és az ismeret természetesen honnan fakad az atyától, hiszen a Ruach Kodesh, a Szentlélek megmutatja nekünk, és ez nem lehet más, mint az atya szava, hiszen ő nem változik, ezért az a lélek, ami tőle jön, Jehusha HaMashiach nevében, ami bizonyságot tesz a Messiákról, aki a törvények szerint élt, ez az egész egy egységet alkot. Nem azt jelenti, hogy a három egy, azt jelenti, hogy a három egy üzenetet közvetít. És ez az, aminek a segítségével mi képesek vagyunk egymást figyelmeztetni, és az úton maradni mi magunk is azon a keskeny úton, haladva a szűk kapu felé. Nézzük meg még egy utolsó említést a vigasztalóról, Jehukanon 16-os fejezet, de én az igazat mondom néktek, jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jöjjön hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. A vigasztaló az tulajdonképpen Jehusa, illetve a teremtő szava egy másik formában a világon, illetve egy másik dimenzióban számukra, hiszen a Mesiák itt volt, mint ember, köztünk járt, a vigasztaló eljött, mint egy lélek, egy ruach, ami átjárja azokat az embereket, akik hajlandóak erre hallgatni, és akik hajlandóak járni ezen az úton. Őket vezeti ugyanabban azon az úton, és ugyanabban a cselekedetekben,
amelyben Yahusha Hamashiach járt itt, hiszen mind a kettő egy és ugyanazt képviseli, egy egységet alkot az atyával, azonban nem ugyanaz a három. Három különböző lény, úgymond. És nem is egyenrangú vele, hiszen elmondta már az előbb, és olvashattuk, hogy mindennél nagyobb az atya. Sőt, emlékszünk arra, azt is mondja, hogy az én atyám nagyobb nálam. Úgyhogy nem lehet ugyanaz a kettő. Sőt, Yahusha HaMashiach nem lehet maga Elohim. Ő Elohim szava. Egy egységet alkot vele, ugyanúgy, ahogy a Ruach Kodesh, mely Elohimtől származik, ez a három természetesen egységet alkot, egy üzenetet közvetít, egy Tora instrukciót közvetít, és követel, azonban a három nem ugyanaz, az atya mindig is fölött áll mindenkinek. 8-as vers azonban így szól, és az, mikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem, akik nem úgy élnek, ahogy ő élt, azok nem hisznek. Nem azok, akik nem mondják, azokból van rengeteg, azokból van kevés, akik úgy élnek, hisz a hit cselekedetekben nyilvánul meg, Jakab 2 és 22 körül. És igazság tekintetében, hogy én az én atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem. Mi az igazság? Az ő útja az igazság. Természetesen a Tora ítélet tekintetében pedig, hogy a világnak fejedelme megítéltetett, aki nem más, mint Satán, a bűn a törvénytelenség. Úgyhogy mindenki, aki afelé tendál, aki a törvények ellen beszél, vagy annak ellenére él, az mind a világ fejedelme által sajnos félre van vezetve, és ugyanaz a sors vár rá, mint a világ fejedelmére. Úgyhogy ez a vigasztaló, ez a Ruach Kodesh, mikor eljön, ez nagyon is elfoglalt lesz, hiszen mutatja az utat ugyanúgy, ahogy a Husa mutatta, azonban már csak azoknak, akik valóban hisznek és járnak is az úton. Ez a feladata ennek. Nézzük tovább Rómaiakhoz 15. Bátorságosabban írtam pedig néktek atyám fiai részben, mint egy emlékeztetvény titeket Elohimtől nékem adott kegyelem által, hogy legyek a Mesiák Jehusa szolgája a pogányok között, munkálkodván Elohim jó hírében, hogy legyen a pogányoknak áldozata kedves, és a Szentlélek a Ruach Kodesh által megszentelt. Elhozza ezt az üzenetet a pogányokhoz, és azokhoz, akik Izraelből pogányként élnek, valamint a más nemzetekhez. Ez az, amit ő közvetít. Ez az üzenet. Ugyanannak kell, hogy legyen, mint amit a megváltó közvetített. Hiszen nem csak, hogy ő magát, Yahusha HaMashiach szolgájának tartja, hanem a Ruach Kodesh az, ami vezeti őt. És az nem lehet más. Ez a három egy egységet alkot. Az atya, Yahusha HaMashiach és a Ruach egy egységet alkot. Ő erről ír mindvégig, Saul próbálja ezt magyarázni ezeknek az embereknek, hogy ő ezt az üzenetet közvetíti. A jó hír ez maga, hogy aki az úton jár, a Tora instrukciók szerint a hitben annak az áldozata kedves lesz. Mellesleg ugyanerről ír Jesiahu az 56-os fejezetben, és ez a 6-os 7-es vers, és az idegeneket, akik Jahuához adták magukat, hogy néki szolgáljanak, hogy szeressék Jahua nevét, azaz az ő hatalmát, és az effektívan nevét, hogy ő néki szolgái legyenek, hogyan lesz szolgálja valaki úgy, hogy azt csinálja, amit ő mondott, hiszen ő maga Jahua a parancsoló. Mindenkit, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, az én szövetségemhez ragaszkodókat, és ez az idegenekről szól, megjegyzem. Szent hegyemre viszem föl ezeket, és megvidámítom őket imádságom házában, egészen égő és véres áldozatai kedvesek lesznek oltáromon. Mert házam imádság házának hivatik minden népek számára. Azaz ez még nem teljesedett be, hiszen még nincsen ilyen imádság háza a világon. Ez egy jövőbeni profécia. Kikről szól? Az idegenekről, azokról, akik szolgálják, szeretik Jakur nevét, és megőrzik a szombatot, és az ő szövetségéhez ragaszkodnak. Az ő szövetségei nem más, mint az ő parancsolatai.
Honnan tudjuk, hogy ez a szövetség az ő törvényi, onnan, hogy Deberim 29-es fejezetben le van írva, és kiválasztja azt Jahua veszedelemre, Izraelnek minden törzse közül, a szövetségnek minden átka szerint, melyek meg vannak írva e törvénykönyvben. Tehát a szövetség meg van írva a törvénykönyvben, és ezt a törvénykönyvet Deberim 31-es fejezetben így szól Mose, Mózes, vegyétek egy törvénykönyvet, és tegyétek ezt Jahuának a ti hatalmasságotok szövetségládája oldalához, és legyen ott ellened bizonyságul. Akkor a törvénykönyv volt ott bizonyságul, most pedig a Ruach Kodesh az, ami itt van bizonyságul, hogyha visszaemlékeztek. Ugyanaz az üzenet, és ugyanaz a szövetség. Ezért hívják Brit Kádosának az megújított szövetségnek, hogy más a az a médium, ami által a szövetségnek a feltételei elérkeznek hozzánk. Nem a kőtábla, hanem a ruákhoz. Azonban ugyanaz az üzenet. Akkor a szövetség ládája oldalában volt a törvénykönyv, mint bizonyság, ma pedig a ruák az, ami bizonyságul szolgál, illetve természetesen a mesiák cselekedetei és bizonyságtétele. 17-es vers, Rómaiakhoz 15. Van azért, mivel dicsekedjem, Mesiák Jahusában, Elohimre tartozó dolgokban. Ugye ezeket a dolgokat, amelyeket Elohim üzen számunkra, ő ezeket terjeszti a pogányok között. Mert nem merek szólni semmiről, amit nem Mesiák cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére, szóval és tettel. Azért mer dicsekedni, hiszen ezeket a dolgokat ő a Ruach Kodesh vezérletével hajtja végre, melyet ugye az atya küldött Jehusa Hamásiák nevében. Tehát az ő munkája Jehusa Hamásiákot, és ezáltal az atyát dicséri. Ezért dicsekszik ő. Mint szóban, mint tette, azaz cselekedetekkel, nem csak gondolta, vagy mondta. Tehát a pogányokat tanítja a Ruach Kodesh, illetve Mesiák szellemiségében, mely alapvetően az atya üzenetét közvetíti. Tehát mindaz, amit ő elér és cselekszik, az ezeken keresztül van, és ezekkel összhangban van. 19. Jelek és csodák ereje által, Elohim Ruachjának lelkének ereje által, ugyannyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illíriáig betöltöttem a Mesiák jó hírét. Ugyanerről beszél, hogy a Ruach Kodesh, amely Elohimtől érkezik, az az, ami neki erőt ad ahhoz, hogy ezt az egészet véghez vigye. Tehát nem magának akarja a dicsőséget, hanem ugyanúgy, ahogy mindannyian és mindenki az írás során, azok az emberek, akik a keskeny úton jártak, azok mindig is Jahuát dicsőítették. Ez az egész élet értelme. Félni Elohimet és az ő parancsai szerint élni. Őt dicsőíteni. Ezt csinálja. Ő is ugyanúgy, hogy mindenki más. Erről beszél itt. 20-as. Eképpen pedig tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem a jó hírt, ahol neveztetett Mesiák, hogy ne más alapra építsek. Azaz elviszi máshova a jó hírt, hogy ne az legyen, hogy ő ugyanott van, ahol Mesiák, azaz az ő dicsőségére támaszkodik. Hanem amit megvan írva, akiknek nem hirdetett ő felőle, azok meglátják, és akik nem hallották, azok megértik. Jesiáhu 52-es fejezetből egy idézet volt ez, aképpen ejt ámulatba sok népeket, azaz Izraelen kívül más népeket, fölötte a királyok befogják szájokat, mert amit nékik nem beszéltek volt, azt látják, és amit nem hallottak volt, arra figyelnek. Azaz a pogányoknak nem hirdettetett a törvény, a törvény Izraelnek adatot, és persze azok, akik csatlakoztak a pogányok közül az idők során hozzájuk, azonban most ezáltal eljut ez a jó hír minden népek számára. Az, hogy a Tora instrukciók és a hit által bárki részese lehet ennek a szövetségnek. Erre utalít Saul, hogy azok, akik nem látták, és akik nem hallották, azokhoz eljut a jó hír, hiszen mind Jahua, mind a Mesiák a csodálatos dolgaikat
többnyire Izrael népén belül hajtották végre. Még a Messiák is azt mondta, hogy nem jöttem csak az Izrael elveszett bárányaihoz, míg az összes csodát és mindent, amit Jehova tett, azt általában, illetve többnyire Izraelen belül hajtotta végre. És ezek az emberek megértik azt az üzenetet, ami hozzájuk eljött. 22. Annak okáért meg is akadályoztattam gyakran a hozzátok való menetelben. Ugye mind a pogányok, mind pedig a Yahudim, azaz az Izrael népe, illetve Júda, a déli királyság lakosai megakadályozták ezt, akik még akkor Jeruzsálemben éltek. Mint ahogy az összes más tanítványt, illetve a messiákot is akadályozták ezek az emberek, hogy ez a jó hír elterjedjen a világon. 23. Most pedig, mivel hogy nincs már helyem a tartományokban, azaz menekülnie kell, vágyódván pedig sok esztendő óta, hogy elmenjek hozzátok, és ugye szerette volna meglátogatni őket, ha Hispániába megyek, elmegyek ti hozzátok, amennyiben Spanyolországba készül, akkor meglátogatja őket az úton, mert remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, ha előbb részben beteljesedem veletek. És találkozhat velük ugye út közben, mielőtt oda és Spanyolországba, előtte ugye velük is találkozhat. Most pedig megyek Jeruzsálembe szolgálván a szenteknek, kik a szentek, ezekről is esett már szó. Higelőtt 14-es fejezet, 12-es vers, itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják Elohim parancsolatait és Jehussa hitét. Azaz a szent az, aki Elohim parancsolatait megtartja, és a messiák hitét. Úgyhogy mind a kettő kéz a kézben jár, egyik sem fontosabb, mint a másik. 20-as fejezet, ugyanitt Higelő jelenések könyve 4-es láték királyi székeket és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel, és azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették Jehussa bizonyságtételéért, és Elohim beszédéért. És akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek, és uralkodtak Messiáka 1000 esztendeig. Ezek azok az emberek, akiknek megvolt Jehussa hite, és Elohim beszéd, azaz az ő parancsolatai, ezek akik éltek, akik feltámadtak először. A többi halottak pedig meg nem elevenedének, azaz nem támadnak fel, míg nem betelik az 1000 esztendő, ez az első feltámadás. Boldog és szent, kinek része van az első feltámadásban? Az a szent, akinek a Jehussa bizonyságtétele és Elohim parancsolatai megvan. Ezeknek szolgál Jeruzsálembe. Ugye ezek az izraelitákra utal mellesek, hiszen Jeruzsálembe megy vissza. Mert tetszett Macedóniának és Achájának, hogy a jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak. Azaz a pogányok Macedóniából és Achájából adakoztak a Jeruzsálemben élő szenteknek, akik ugye az izraeliták, akik rászorultak. Mellesleg ugye ez folyamatosan mennie kellene mind a mai napig, hogy ezeket az embereket támogatjuk. De erről azért elfeledkeznek sokan. Mert tetszett nékik, és tartoznak is vele. Azaz nem csak, hogy így érezték jogosnak, hanem így is kell, hogy legyen. Miért is? Mert ha a pogányok azoknak lelki javaiban részesültek, azaz részei lehetnek a szövetségnek, a megváltás, az üdvözülésnek, tartoznak nékik viszont szolgálni a testiekben, azaz kötelességük is segíteni egymást, hiszen erről szól ez az egész, szeresd fele barátodat, mint te magadat. Matia 22-es fejezetben szintén van erre egy utalás, Jehussa pedig mondanék, hogy szeresd Jehuvát a te hatalmasságodat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első is nagy parancsolat. Második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Ami annyit tesz, hogy a törvény és a proféták ezt hirdeti, ezt a két parancsolatot. Erre ezt hivatott szolgálni. Nem elégséges mondogatni ezt, hanem meg kell tanulni, hogy hogyan is gondolja a Teremtő azt, hogyan kell őt szeretni és
fel a barátainkat. Úgyhogy ezek az emberek akkor pontosan így is éltek. Ezek szerint a törvények szerint éltek. A Ruach Kodesh bennük munkálkodott, hiszen ők úgy cselekedtek, nem csak úgy beszéltek, mint a legtöbb ember manapság. Nagyszerűen ideillik most Jakob második fejezet, ami így szól, ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők mezítelenek és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, azaz Jeruzsálembeli szentek szegényei, és ezt mondja nékik valaki, ti közületek menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól, de nem adjátok meg nékik, amikre szüksége van a testnek, mi annak a haszna? Mert ha a pogányok azoknak lelki javaiban részesültek, tartoznak nékik szolgálni a testiben is. Azonképpen a hit is, a cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. Úgyhogy érthetetlen az, hogy hogyan nem lehet látni, hogy Saul 100%-os harmóniában van, mind a törvényekkel, a profétákkal és Jehusá HaMásiákkal is. Ő úgy élt, ahogyan kellett, hogy éljen. Ő ezt csinálta a nap 24 órájában. Ő ezen munkálkodott, hogy ezt a jó hírt eljutassa mindenhol, hogy hogyan kell egymást szeretni, és a teremtőt szeretni. És egy szóval sem mondta, hogy nem kell a törvényeket betartani, amint látjátok, az egész rómaiakhoz levél erről szól, hogy megmutassa ezeknek az embereknek az ő munkálkodása által, hogy hogyan kellene élnünk, és hogy nekik hogyan kellene élniük ott Rómában. Példákat hozott erre Macedóniából, Akhájából, Jeruzsálemből, megmutatja ezeknek az embereknek. 28 Rómaiakhoz 15 ezt, azért ha majd elvégzem, és nékik egy gyümölcsöt átadom, elmegyek közöttetek által Hispániába. Szóval el kell, hogy menjen Jeruzsálembe, hogy elvigye azt, amit adakoztak nékik, és onnan megy majd Spanyolországba, és közbe beugrik hozzájuk Rómába. 29. Tudom pedig, hogy mikor hozzátok megyek, a Mesiák jó híre áldásának teljességében megyek. Azaz tudja, hogy ezek az emberek úgy élnek, és azt is tudja, hogy ezt a jó hírt ő neki el kell vinnie oda, valamint azt, hogy ő úgy él a szerint. Teljes áldása, az áldásának teljességével megy oda. 30-as. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, Adonai Jehusá HaMásiákra és Ruach szerelmére. Tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, én érettem Elohim előtt, hogy szabaduljak meg azoktól, akik engedetlenek Judában, és hogy az én Jeruzsálemben való szolgálatom legyen kedves a szentek előtt. Azaz arra kéri őket Jehusá HaMásiák és a Ruach erejében, hogy imádkozzanak érte, és kérjék az atyát, ez a kettő által kérjék az atyát, járuljanak az atya elé, azaz ő nem felejtette ki őket, tudja, hogy nem tudnak az atyához járulni közvetlenül, ezért ez a kettő közvetít. Jehusá HaMásiák közvetít értünk, míg a Ruach elhozza az atya üzenetét hozzá, hogy szabaduljon meg azoktól, akik üldözik őt, ugye a Yahudim, az úgymond zsidók, Judában, és hogy tudjon segíteni azoknak, akik Jeruzsálemben szükségben vannak. 32. Hogy örömmel menjek hozzátok Elohim akaratából, és veletek együtt megújuljak. Azért, hogy eljusson végre hozzájuk Rómába, és végre találkozhassanak. És együtt dicsőíthessék Jahuát. 33. És utolsó, a békességnek hatalmassága pedig legyen mindnyájan ti veletek. Amen. Mint mindig, Saul csodálatosan kifejezi azt, amit mondani szeretett volna. Nem egyszerű, ezért legtöbben félreértelmezik, azonban a lényeg az, hogy mi, akik értjük, tudjuk azt, hogy Jehusá HaMásiák, Ruach Kodesh, illetve Jehua egy egységet alkot, azonban nem egy darab. Az atya mindeneknél nagyobb, az atya nagyobb Jehusá HaMásiáknál. Jehusá az, aki közvetít minket az atya felé, és a Ruach az, aki az atya üzenetét elhozza hozzánk, és vezet minket ezen az úton.
Ugyanúgy, ahogy Jakúsák, másiák vezetett minket, mikor itt volt, ugyanúgy a ruhákodás, a Szentlélek vezet minket most. Saul ezeket az információkat szerette volna átadni a rómaiaknak ebben a levelében. Meg fogjuk nézni az utolsó részt hamarosan, és remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt is, mindenkinek a legjobbakat is. Halleluja!